Folyamatos párbeszédet sürget Mécsá Fékét környezetvédelmi miniszter a medvekilövési kvótákról a kormány és az akadémia között. Az idei évre megszabott a Tudós Társaság által a tervezetnél kevesebb, mint felére zsugorított kvótákat azonban már nem módosítják. Idén ősszel több egyeztetést tartanak a kormány és a Román Akadémia képviselői a jövő évi medvekilövési kvóta megállapítására, nyilatkozta hétfőn a környezetvédelmi miniszter. Mécsá Fekete hangsúlyozta, nem áll szándékában további intézkedéseket foganatosítani a nemrég elfogadottakhoz képest. Kifejtette, fontos a folyamatos párbeszéd, hiszen a szaktárca és az akadémia érdekei közösek. A barna medve védelme, de mindenek előtt az emberi életnek és javaiknak a védelmezése, anélkül, hogy megszegnék a nagyvaddal kapcsolatos uniós irányelveket, nyilatkozta a miniszter. Megjegyezte, az idénre megszabott kilövési kvótákat nem módosítják. Acum aproximativ 10 zile a fost trimis către monitorul oficial. Mintegy 10 nappal ezelőtt elküldték a hivatalos közlönyhöz a megelőzési és beavatkozási kvótákkal kapcsolatos rendeletet. Ez egy olyan szabályozás részét képezi, amelyet évente kidolgoznak, és amit idejében elő kell készíteni. Idejében látni kellene, mi működik és mi nem a jelenlegi szabályozásnál, hogy jövőben ne érjen ismét meglepetés bennünket, ne sérüljenek meg emberek, ne követeljenek emberéleteket a medvetámadások. Mint arról beszámoltunk idén, 481 helyett 220 medvét lőhetnek ki Romániában, miután a szaktárca elfogadta a Román Akadémia ezzel kapcsolatos állásfoglalását. A 220-ból 140 példányt a megelőzési, 80-at az intervenciós kvótára határoztak meg. A Táncos Barna környezetvédelmi miniszteri mandátuma idején kidolgozott tervezet 426 példány megelőzési és 55 példány beavatkozási céllal történő kilövését tette volna lehetővé. A Román Akadémia azonban soknak találta 481 nagyvad kilövetését és felülbírálta a döntést. Közben továbbra is jóformán naponta találkozunk medvés hírekkel. Legutóbb hétfőn az Észak-Erdélyi autópálya Kolozsvárt elkerülő szakaszán gázoltak halálra egy medvét. Az ütközés következtében két járműben is jelentős károk keletkeztek.